Légy önmagad. Ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet minden ember számára. Légy önmagad, a természet része vagy. Tehát amit itt látsz, ennek a része vagy. És légy önmagad. Mosolyogj minden nap, hogyha tudsz, 700-szor, és kacagj 70-szer egy nap, mert egy kisbaba körülbelül ennyit kacag egy nap során. Nem tudom, ki volt az, aki ezt megszámolta. Minden esetre nagyon érdekes, hogy mire az emberek felnőnek, ennek egy tizedét se kacagják, mosolyogják egy nap. Tehát légy önmagad. A legtöbb videón általában mosolyogni szoktam, és sokan azt mondják, hogy aki komoly dolgokról beszél, annak komolynak kell kinéznie. Hát az a helyzet, hogy ha belülről jön egy vidámság, akkor komoly dolgok esetén is lehet az ember mosolygós. Például most azon mosolygok magamban ma reggel, hogy az összes doktor, orvos munkanélkül maradna, ha az emberek vegetáriánusok lennének. Mert most betegségekkel küzdenek az emberek. Egy vegetáriánus ember, egy kiegyensúlyozott életet élő vegetáriánus ember, aki nem valamilyen idióta, barom, valamilyen diétának a híve, hogy egyfajta növényt eszik csak hetekig, hónapokig, hanem normálisan táplálkozik, tehát kiegyensúlyozottan, és diétákat csak bizonyos egészségügyi panaszok esetén, vagy böjt esetén iktat be, akkor ez normális. Tehát, hogyha valaki vegetáriánus lenne, és minden nap enne reggel egy csomó gyümölcsöt, vagy ha nem éhes, nem eszik semmit, ebédre eszik egy főtt gabonát, egy főtt zöldséget, egy kis főtt hüvelyest, valami kis salátát, most ezek közül bármelyik kettő megvan, az már jó. Vacsorára valami könnyű kis levest, és ennyi. Hogyha nem éhes vacsorára, ne is egyen, vagy csak nagyon keveset. Ennyi lenne az, hogy az összes orvos, az összes sebésznek a munkáját feleslegessé tegyük. Igazából soha nem lennének ők háttérbe szorítva. Mert egy sebésznek már nem a tumorokat és a szörnyű dolgokat kellene operálnia, hanem mondjuk 110, 120, 150 éves embereknek beültetni különféle esetleg csípőprotézist vagy ilyesmit. Hogy nem az 50-60 éves embereknek kellene ilyenféle műtéteken átesniük, akik a húsevéssel tönkretették és porózussá tették a csontjaikat. Tehát az orvosnak nem az lenne a feladata, hogy a betegségeket gyógyítsa meg. Hát arra a betegségek meggyógyítására, arra ott vannak a gyógynövények, a fűszernövények, ott vannak a falusi ügyes emberek, a különféle természetgyógyászok, ezek foglalkoznának a betegségekkel. Az orvosnak más lenne a feladata. Az orvos feladata az lenne, hogy az embereket a megvilágosodás felé terelje. Bizony. Tehát egy olyan magasabb tudatállapot felé terelje őket, amivel nemhogy betegek nem lennének, hanem összhangba kerülnének 100%-osan a természet törvényeivel.
Szóval ma reggel ezen filoztam, ezen gondolkodtam. Valamint azon, hogy nagyon sok mindenbe hazudtak nekünk. Itt nem csak a föld alakjáról, mint legnagyobb dominóról, legnagyobb hazugságról gondolkodok, mert a föld az nem egy gömb, hanem lapos és mozdulatlan. Azt velünk elhitették, hogy pörög, hogy forog, hogy kering, és hogy száguld az univerzum végtelenjében, a zűrben. De soha egyetlen egy felvétel sem készült az űrben, vagy az űrből. Ez mindegyik számítógépes animáció, vagy pedig régebben filmtrükkök. Nézzétek meg a régi holdra szállásos felvételeket. A lehető leggagyibb filmek. Annyira gagyi videók, hogy manapság nem is nagyon szeretik bemutatni őket. Ellent mondanak mindenféle fizikai törvényszerűségnek, még annak is, amit állítanak, hogy a Holdon létezik. Soha nem jártunk a Holdon. Soha nem jártunk a Marson. A Mars felvételeket, azokat mind a Devon-szigeteken és más szigeteken vettek föl. És a felvételeket eltúlták vörös árnyalatba. Megint videótechnika trükk. Ha a Föld görbülne, akkor nem lehetne a komolyabb videókamerákkal, de igazán komoly 120-150-szeres zoommal rendelkező kamerákkal 5-10 kilométerre lévő objektumokat látni a vízfelszín felett. Ez az egyik hazugság. A másik kvantumfizika. Nagyon sokan beszélnek kvantumfizika így, kvantumfizika úgy. Nos, az atom az azért atom, mert tényleg oszhatatlan. Tehát ez az a legkisebb anyagi létező részecske minőség, ez létezik. És utána nincsenek már ennél kisebb részek. Nincsenek. Azok ott már mind-mind különféle energia és erőhatások. Ezért van az, hogy a kvantumfizika mit mér? Különféle energiákat, erőhatásokat, és ütköztetnek bizonyos részecskéket egymással. Nem ütköztetnek ők semmit se, energiát pumpálnak be, energiát hatnak egymással energiával. Ebből ők egy különféle energia kisugárzásnak mérik, videózzák, fényképezik a felvillanásait, és ebből következtetnek kisebb részecskék létezésére. Hiába valóság fingfű részelés az egész kvantumfizika. Tehát ez megint egy olyan dolog, amivel a kisebb és kisebb és kisebb részecskék irányába a CERN hatalmas berendezéseinek segítségével lehet a fingot fűrészelni. Ez fing fűrészelés, ez semmi. A tudósok felfedezték a bozonok és a tödödödödödödö. A kvantum szingularitás tödödödödödödödö. És mennek a fing fűrészelések. Ugyanez, mint amikor egy meteor nagyon-nagyon súrolja a Földet. Jaj, de oly vészes, meg eltávolítottunk egy meteort, és sikerült kitérítenünk az útjából. Ezek mind kamu fingfűrészelések. Az egyik makroszinten, a másik mikroszinten fingfűrészelés. Semmi valóság alapja nincsen. Tehát ezeket legjobb az ilyen cikkeket figyelmen kívül hagyni. Ne foglalkozzatok vele, ez csak figyelem elterelés. Miről terelik el a figyelmet? Hát mindenféle olyan dologról, amik pedig valósak és működésesek. Például az, hogy minden nap 700-szor mosolyog, és 70-szer kacagjál.
mert a kisgyerek ennyit kacag és ennyit nevet. És hogyan tudod ezt megtenni? Úgyhogy vegetáriánus életmódot folytatsz, mert nagyon nehéz úgy mosolyogni és nevetni, hogy egy halálhörgéses állat teteméből, cafatjaiból eszel. Mert ez a húsölés. Amikor kiontják az állat vérét, az vérontásnak hívják. Nem tudom, az 5. parancsolat keresztényeknek megvan, ne ölj. Hát elvileg minden vegetáriánus az már automatikusan betartja ezt a törvényt. A keresztények miért nem tartják be? Ha arról lenne szó, hogy ez emberre vonatkozik, akkor azt mondták volna, hogy ne gyilkolj. Ne ölj embert. Ez lenne a parancsolat, de ennyi a parancsolat, hogy ne ölj. És az Essénus béke evangéliumban, amit Edmond Bordeaux székely talált a Vatikán titkos levéltárában, még komolyabb minőséget hoz Jézustól. Az, hogy nem csak, hogy embert és állatot ne öljetek, de még szigorúbb parancsolatot hozok, még az ételeteket se öljétek meg. Ne fagyasszátok, ne rohasszátok, ne égessétek meg, mert hasonlatosak lesztek ahhoz a szántóvetőhöz, aki az ő földjébe fagyott magokat, rohadt magokat és égetett magokat vetett. És ezokból egy se kelt ki. Tehát ez egy rendkívül fontos minőség. Jó, néhányan már mondták, hogy megfagyasztottam a hűtőbe a magokat, és kikeltek. Oké. Okay. De hogyha megrohad, megégeted, az biztos, hogy nem kell. És bizonyos magok bizony nem bírják ki a hideget és a fagyot, és nem kell neki. De mondjuk az élet csírája, a búza, az bírja még talán a fagyot is, az mindent kibír. Én csak azt mondom mindenkinek, hogy minden nap kacagjon 70-szer, minden nap mosolyogjon 70-szer, és nehogy azt higgyétek, hogy egy komoly tudós, egy komoly védikus tudós az azért, mert mosolyog, és olyanokat állít, hogy a föld lapos és mozdulatlan, hogy arra nem érdemes odafigyelni. Nagyon is érdemes rám odafigyelni. Mert amikor valaki 50-60 évesen rákos, és megkérdezem tőle, hogy hát igen, és akkor ugye ön vegetáriánus, azt mondja, nem, hát én normálisan húst eszek. Ja kérem, hát ezért van a rákosság. Vagy valaki egyoldalúan táplálkozik, és mondom, ugye te vegetáriáns vagy, igen, vegetáriáns, de olyan rosszak a máj funkcióid, hát hogyan lehet ez? És akkor mondja, hogy mondjuk csak egész nap össze-vissza csak magukat zabál, nem eszik rendesen, se főtételt, se semmit, össze-vissza eszik. Nos, ebből nem lesz kiegyensúlyozott vegetáriánus életmód, ételmód. Ezek mindegyike egy alapvető tudást feltételez. Ez az alapvető tudás pedig onnan indul ki, hogy valaki először megismeri önmagát, megismeri a belső boldogságot, a belső vidámságot, ebből indítja a hétköznapjait. Kint minden változik. Ezért hívják relatívnak. Bent minden változatlan. Ezért hívják abszolútnak. Ami kint, az bent, az kint, ami fent, úgy lent, ami lent, úgy fent. Igazából a külső változó a belső változatlanon nyugszik. Tehát, hogyha a belső változatlanod mosolyog és kacarászik, akkor az azt jelenti, hogy a külsőd is rád mosolyog
és rád kacag. Úgy nem fogsz boldog emberekkel találkozni, hogyha a megszokott, normális életet folytatod, a normális húsevést, elolvasod a kvantumfizikai híreket, megnézed a csillagászat legújabb NASA eredményeit, hogy a Holdon, a Marson milyen űrmissziókat terveznek, mekkora hatalmas távcsöveket lőnek ki az űrbe, milyen felvételeket készítenek vele, milyen rakétákat küldenek ki, milyen műholdakat, milyen kémműholdakat lőnek föl az oroszok, az amerikaiak. Ja, és közben pedig a valós tudományt meg elhallgatják, azt, hogy Stanley Meyer megcsinálta a vízbontásos kocsit, hogy horvát úr a 80-as években megcsinálta a vízbontásos kocsit Magyarországon. És volt egy úriember, aki vízzel fűtötte a lakását. Igen, mert a vizet nem csak úgy lehet bontani, hogy két primitív, vékony elektródát belerakunk, és rohadt nagy árammal bontjuk a vizet. Nem, hanem lehet úgy is, hogy nagy felülettel sok-sok csövet helyezünk bele egy hengerbe, azokon alakítjuk ki az anód és katód minőségét. Az anyag is számít. Nagy felületet kapunk ezáltal, nem csak kis pálcikákon. Megy végbe a reakció, és kettő frekvenciával bontjuk a vizet, egy magas és egy alacsony frekvenciával, aminek megvan a maga hullámformája, frekvenciája, és megvan a maga áram erőssége, feszültsége is. Tehát egy megfelelő minőségű, kis teljesítményű elektromos berendezéssel nagy felületen, megfelelő frekvenciákat használva és hullámformákat nagyon hatékonyan bontható a víz. Kis energiával hatalmas mennyiségű hidrogén termelhető. Tehát, ha valaki tudós, akkor így gondolkodjon gyakorlati szinten, ne a kvantumfizikai és elméletek és a csillagászat dolgait bújjuk. Keressük Stanley Meyer kutatásait. Mi volt az, amivel ő megalkotta a kocsiját? Milyen dolgokat hozott ő létre? A bugijával, amivel körbe ment Amerikába. És a horvát úr hogyan csinálta meg az ő kocsiját, ami vízzel működött. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, amiket minden hétköznapi műszaki ember vagy mérnök kikísérletezhet otthon. És még valami. Paul Pantone, Fuel Reactor. Paul Pantone Fuel Reactor. Már rég minden kocsinak, minden járműnek ezzel kellene mennie. Ugyanis ez víz-üzemanyag keverékével, és az üzemanyag nem csak benzin, nem csak dízelolaj lehet, hanem lehet akár petróleum, vagy akár nyers olaj, és még egyszer mondom, nyers olaj, fáradt olaj, bármivel működhetne szennyezésmentesen, még egyszer mondanám, szennyezésmentesen a GEAT Fuel Reactor. Ez a GEAT üzemanyag reaktor, ami úgy néz ki, hogy egy cső, a csőben még egy cső, és ebben egy rúd. És ennek részletes leírását 5-10 oldalban bárkinek szívesen elküldöm, aki szeretne ezzel foglalkozni. Tehát még egyszer mondom, valós dolgokkal foglalkozzatok, ne a kvantumfizikai fingfűrészeléssel, ne az űrpiszkokkal, hanem foglalkozzatok olyan dolgokkal, amelyek valós tudományon alapulnak. Nem tudom,
hogy ismeritek-e a polimagneceket, a programozható mágneseket. Hallottatok már róla? Hogy egy mágnesnek a felületét úgy ki lehet alakítani, hogy különféle területeket mágnesezel be, és különféle formákat, bármilyen formát létrehozhat benne, és létrehozod a mágneses minőségeket. Ez már nagyon régi tudás. Tudjátok, hogy ezekkel milyen elektromos motorokat lehetne létrehozni? Elkészült a japán mágneses motor 2005-6 környékéről egy cikk az Indexből. Minato-féle motor. Hallottatok már róla? Hát ezt kutassátok, mert ezt érdemes. Ne az űrpiszkot és a kvantum szemetet. Minato motor. És nézzétek meg, hogy Minatónak volt egy olyan motorja, ami 30-40%-kal kevesebb áramot fogyasztott, nagyobb teljesítményt adott le mégis, és nem melegedett. Na, izgalmas, igaz? 6 darab mágnessel, állandó mágnessel, illetve a megfelelő frekvenciával impulzusosan táplált mágneses betáplálással, energiabetáplálással hozta létre azt a hatást, amivel az elektromos motorja nagy hatásfokkal, minimális áramfelvétellel, melegedés nélkül működött. Volt a falon egy olyan kis állandó mágnesekből létrehozott kis forgókereke. Ha azt egyszer megforgattad, az szépen folyamatosan forgott. Mi lehetett ennek a titka? Természetesen az, hogy a mágnesek azok olyan csodálatos anyagok, amelyek folyamatosan adják le az energiát a környezetbe. Mágnes motor. Hallottatok-e már róla? Mágnes motor. Hát nézzetek utána. És azt is, hogy a Delft Egyetemen egy török úriember bemutatta a mágneses motorját, és ott működtetett vele egy berendezés, és utána szétszette. Ez a YouTube-on fent van. Ez a videó. Magnet Motor Demonstration, és egy török név, talán az, hogy Delft University. Ezt még beírjátok a YouTube keresőbe, csak ki fogja adni. Tehát valós tudományos eredményeket keressetek, de legelőször belül keressétek. És hogyha láttok egy komoly tudóst, egy komoly egészséggyógyászattal foglalkozó tudóst, egy nagyon komoly fizikával, kémiával foglalkozó tudóst, kérjétek meg, hogy néha azért mosolyogjon. Néha azért kacagjon, mert az embereknek szüksége van arra, hogy észrevegyék, hogy az igazán működő és fantasztikus dolgok azok mosolyokból és kacagásokból, örömből, boldogságból jönnek létre. Ehhez pedig vegetáriánus ételmódra, vegetáriánus életmódra van szükség. Mert a leölt állatok vérben hörgő cafataiból, húscafataiból nem fogtok sohasem boldogságot meríteni magatoknak. 3-szor voltam nagy húsevő koromban, Vágóhídon, üzemi gyakorlaton. 1-szer középiskolás koromban, vagyis nem, 2-szer középiskolás koromban, és 1-szer pedig főiskolás koromban. Nos, mindenkinek azt mondom, hogy aki húsevő, az nézzen végig, teljesen elejétől végéig egy vágóhidas műveletsort, nézze meg azokat a szörnyűségeket, amiket ott az állatokkal művelnek, és utána gondolkodjon el azon, hogy tényleg erre szüksége van ahhoz, hogy az életét, ételét fenntartsam, vagy pedig csak a megszokott, szüleinktől belénk plántált
ételmódot akarjuk fenntartani, azokat a programokat, amik még mindig a szenvedéshez kötik az embert. Aki cigarettát szív, gondolkodjon el azon, hogy tényleg arra szüksége van, nem a friss levegőt kellene beszívnia. És ha a friss levegőt megfelelő szinten és a formában beszívja, kora reggel, 5-6 óra magasságában, amit a jógában pránajáma gyakorlatoknak hívnak, egész napra feltöltik őt energiával. Nem ezt kellene inkább szívnia. Az, aki alkoholt iszik, és naponta, hetente, kultúráltan iszik egy kicsit, nem kéne azon elgondolkodnia, hogy mondjuk 10-20 év alkoholfogyasztás után nem lett-e egy kicsit feszült vagy ideges, ha nem iszik alkoholt? Pont nemrég arról beszéltünk Andrással, miközben a kerítést csináltuk, hogy egyszer mesélte, hogy egy úriembert, az ő egyik ismerőse mesélte, hogy egy idős úriembert bevittek a kórházba, és az úriember pár nap után ordinári módon elkezdett üvöltözni és viselkedni, pedig ez egy nagy darab úriember, de nem minthogyha félne bármitől, de ott meglepődött, hogy hát ez az öreg ember, ez még valakit ott kicsinál. Hát ez egyszerűen ott őrjöngött. Aztán megkérdezték, behívhatták az idős úriembernek a fiát, és megkérdezték tőle, hogy nem lehet az, hogy a alkoholista az apja, és mondja, hogy az nem lehet, mert ő még nem látta részegen sohasem az apját. Nos, kiderült az úriemberről, hogy ő minden nap bő egy liter bort megívott, csak szép lassan kortyonként. És amikor a kórházba bekerült, 3 napig nem volt alkohol, és idegrohamot kapott, és jött elő az alkohol toxinnak a negatív hatása. Ezért mi volt a megoldás? Azonnal vettek neki egy kis alkohol, de már jóval kevesebbet, és egy keveset adtak neki, hogy lenyugodjon az idegrendszer, és szép fokozatosan vonták meg tőle az alkoholt, és lett abstinens, azaz antialkoholista az idős ember. Meg kell ezt várni, hogy valaki 50-60-70 éves korában jöjjön rá arra, hogy alkoholtól függ. Nagyon sokszor nézem ebesen a hagyományok házába az ottani munkások. Minden munka után egy sört megisznak. Ez a mai átlagos, keménymelós világ. Elvégeztük a munkát, 20-30-40-50 évesen, iszunk egy sört. És ez megy minden nap. Tudjátok, hogy mi lesz ezekkel az emberekkel egy hónap után? Rászoknak az alkoholra, minden nap egy sör. És utána már nincs megállás. Ha ő 3-4 napig nem inna sört, mint az idős úriember, dührohamot, idegrohamot kapna. De nem azért, mert ő dühös és idegbeteg, nem, hanem azok az alkohol toxinok ürülnek a szervezetéből, amiket a szervezet folyamatosan raktároz. És angolul a spirit szó az nem csak azt jelenti, hogy szellem, hanem azt is, hogy alkohol. Spiritus, ugye? Magyarul mit mondunk? Nos, mi van azokkal, akik kultúráltan alkoholt fogyasztanak, átadják magukat egy bizonyos energiának, anyagnak, ami negatív entitásokat is, negatív szellemi lényeket is behoznak az ő aurájukba, az ő testükbe, szellemükbe. A saját szellemüket meglazítják, test-elme közti szoros kapcsolatot meglazítják egy spiritus segítségével, és egy idegen spirit, egy idegen szellem veszi át az uralmat. Még akkor is, hogyha az illető nem érzi magát
alkoholos befolyásoltság alatt, enyhe állapotban is ezt létrehozza, és megcsinálja ezeket a dolgokat. De hát amíg nagyon komoly orvosaink, professzoraink mondják, hogy az a napi 1 deciliter vörösbor az nagyon jó, egy hölgynek férfi 1,5-2 decilitert is ilyet, addig az emberek ezt elhiszik, isszák, és akár egy hónap után is totál alkoholisták lehetnek. Nevetni lehet ezeken. Azt mondják a védikus írások, hogy amikor Krishna, vagyis Krisztus, az Úr minősége eltávozott a Földről, az először úgy történt meg, hogy az embereknek a tudatromlása, hogy először megitták a bort. Akkor még vegetáriánusok voltak. De először megitták a bort. Már nem nagyon jógáztak, nem meditáltak. Néha-néha fordultak az Isten felé. De megitták a bort. És akkor beengedték a szellemet. És ez a szellem, ez előbb-utóbb feszültséghez vezetett, és elkezdtek állathúst enni. Amikor elkezdtek állathúst enni, olyan ösztönök uralkodtak el rajtuk, hogy a sok sem elég, még több kell, és bármilyen módon, és akkor már embert is öltek. Tehát alkohol beengedi a negatív szellemet, aztán jön a húsevés, beengedi a démonokat. Egy démon, egy rakshasának hívják védikus tudásban, egy rakshasa. Raktasa. Rakta, az azt jelenti vérsza, valvel. Raktasa, az azt jelenti, hogy vérrel. Rakshasa, az azt jelenti, hogy ragyogó, vérben úszó szemű. Raksa, aksa. Ra-aksasa, aksa, ra-aksa. Tehát a démon az nem más, mint egy vérben úszó szemű ember is lehet, akinek vagy azért véres a szeme, mert idegileg ki van, vagy azért véres a szeme, mert alkohol vagy drog befolyásolása alatt van, vagy pedig borgőzös, vérgőzös, a tekintete. Tehát ezek a magyarban, ezek itt vannak, ezek a kifejezések. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy ő spirituális, de azért miért eszik húst egy kicsit, ő nem spirituális. Valaki azt mondja, hogy spirituális, de ő még egy kicsit néha kulturáltan iszik egy kis bort, egy kis sört, ő spirituális, ő nem spirituális. Spiritusztális. Nagy gond van az emberek fejében. Nagy gond van. Nem csak azért, mert hogy olyan dolgokat mondok, amiktől mindenki hátas dob. Hát ez nem lehet. Hát minden nap látom a tévében. Minden nap erről beszélnek. Mindig hallom a hírekben, hogy a NASA, meg hát a Hubble űrteleszkóp, meg az ISS, a nemzetközi zűrállomás, amik történnek. Meg hát, hogy a CERN, hát a CERN-ben mindent tudnak. A CERN-ben megint egy újfajta részecskét fedeztek föl, és megint igaz, hogy naponta több millió dollárt elköltenek, igaz, hogy a NASA naponta több millió dollárt, igaz, hogy ezeknek a tudományos felfedezéseknek rohadtul eddig semmilyen hasznát nem láttuk. De azért az emberek bekajálják ezeket a híreket. Ahelyett, hogy foglalkoznának a Stanley Meyer Watercarral, Joe Cell-lel, Paul Penton Geet Fuel reaktorával. Soroljam, még rengeteg van. Két könyvet írtam a védikus tudás alkalmazásáról, védikus tudással Magyarországért, védikus tudással Kárpát-medencért, és hogyha valakit érdekelnek ezek a témák, azok ne csak a videóimat nézzék meg, vegyék meg ezeket a könyvet minél előbb, mert ezt nem biztos, hogy újra ki fogom őket nyomtatni. Van még belőle 400-500 darab, aztán kész.
Tehát most vegyétek meg ezeket a könyveket, és otthon olvassátok el, hogyha ezekbe a tudásságokba el akartok mélyedni. Mert ezek a könyvek nem csak ezekről a tudásokról szólnak, hanem ezeket a tudásokat főbb vonalaikban vázolják, nem részletezik őket, hanem ott vannak a nevek, linkek, ami alapján ki tudod magad keresni, kutatni azt a témát, ami téged érdekel. Tehát nagyon gyorsan érdemes megrendelni ezt a két könyvet. Addig, amíg van, mert utána ezt többet már nem biztos, hogy ki fogom nyomtatni. És közben gondolkodjatok el azon, hogyha valaki még egyszer arról beszél nektek, hogy kvantumfizika, meg CERN, meg NASA, akkor mondjátok meg neki, hogy miért nem foglalkozik inkább az elméleti tudományok helyett azokkal a valós tudományos eredményekkel, amik ott vannak az orrunk előtt. De nem fogja a Google kereső, nem fogja a YouTube kereső azonnal kiadni azokat a videókat és linkeket, amivel te ezt rögtön megtalálod, nem, nem? Azokat mind a fegyver, kőolaj és kemikália, és nem attól van lobby irányítja ezeket a keresőket. Tehát ne ott keresd, hanem megvannak azok a források a könyvemben, könyveimben említve, ahonnan lehet keresni őket. Szép napot kívánok mindenkinek, iratkozz fel a csatornámra, lájkold a videóimat, hogyha tetszenek, ha nem tetszenek, akkor ne lájkold, hogyha akarsz, ugye, feliratkozol, ha nem akarsz, nem iratkozol fel. De egy a lényeg, amíg valakit hülyítenek a médiába, a tévé által, addig mindig nagyon fájdalmas és rossz lesz a felébredés, és amikor a felébredés megtörténik, ne azt szidjátok, ne arra legyetek mérgesek, aki felrázott benneteket egy rémálomból, mert ez az egész egy rémálom, ami most a CERN-ben, a NASA-nál és a különféle zűr ügynökségek szabad kőműves páholyaiban zajlanak. De amikor ebből valaki felébred, akkor itt a természet. Szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!